Itt a Fradi elleni drámai vereség után beszélgetünk. Ezek az utolsó pillanatok majd rémálmaidban fognak előjönni? Biztos vagyok benne, hogy ez rémálomban fog előjönni, mivel a Fradi ellen szintén úgy érzem, hogy dominálni tudtunk. 60-70 perc minimum után kicsit erőlételig elfáradtunk, de 90 plusz egyben egy ilyen gólt kapni szögletbe, azért ez nagyon fájó, és nem tudsz pontot mondani így. Ugyanakkor gólt is szereztél, az meg majd a legszebb álmaidban előjön, amikor tényleg a Ferencvárosnak lőtted a szezonbeli első gólodat? Igen, nagyon jó érzés a gól, az egy játékosnak mindig nagyon nagy önbizalmat ad, de így egy Fradi ellen az meg nagyon nagy plusz. Ott mentálisan nagy erőt mutattatok, nem? Hiszen volt egy büntető, gólt kaptatok, és szinte azonnal sikerült válaszolni. Igen, ez szerencsére nagy erejét mutatja a csapatnak, hogy semmilyen szituációban nem esik össze fejbe. Ezt köszönhetjük az edzőnek, a stábnak, mert tőle vesszük ezt a mentalitást. Mi kellett volna szerinted ahhoz, hogy kibírjátok a végig, és meglegyen ez az egy pont, amire a játék alapján rá is szolgáltatok? Hát én azt mondom, hogy egy kicsivel több fegyelmezettség. Megszorongattátok alaposan ezt a Ferencvárost, ez egy jelzés volt azért, hogy ide egyik csapat sem pontokért jön majd? Így van, pontosan mi úgy készültünk az egész szezonra, hogy itt ez a mi pályánk, illetve idegenben is úgy megyünk, hogy pontokat és pontokat szeretnénk szerezni mindenkitől. Jó csapat benyomást keltettétek, hogy ősszel is, ez azt jelenti, hogy jó sikerült itt a téli alapozás, a téli felkészülés? Igen, szerintem annyit dolgoztunk, mint itthon az NB1-ben senki más. Mi itthon is maradtunk ráadásul, szóval kemény munka van a hátunk mögött, úgyhogy jó és sikeres fél évet szeretnék magunk mögött tudni majd. Akkor a vereség ellenére lehet ebből a meccsből meríteni a folytatásra? Mindenképpen, és tanulni is lehet belőle sokat.